Illetve hát mi lesz a párt a vezetéssel? Én azt gondolom, hogy nekem nem a DK-t kell értékelni, hanem az LMP-t. Az LMP egy nagyon markáns és nagyon erős üzenetet kapott a választóktól. Azt gondolom, hogy ezt az illő alázattal kell értékelni. Meg fogjuk nézni, hogy mit hibáztunk mi, meg fogjuk nézni, hogy mit kell változtatni, és megyünk tovább, hiszen nagyon sok olyan célunk és feladatunk van, amit még nem fejeztünk be. Hadd mondjak néhány példát. A devizehitelesek problémája a mai napig nincs megoldva, a lakhatási válság hosszú évek óta fennáll, és nem látható javulás, és azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen témát mondhatnék még ezen kívül. Sok feladat áll előttünk, ezeket a munkákat el kell végezni, és hogyha ezek el vannak végezve, akkor azt gondolom, hogy emelt fővel mehetünk tovább. Vezetés átalakításán gondolkodnak-e? Értelemszerűen ilyenkor előkerül minden olyan kérdés, ami belső struktúrára vonatkozik, vagy bármilyen irányítástechnikai, operatív kérdésre. Ezeket mind meg fogjuk vizsgálni. Azt gondolom, hogy nem fog nagy meglepetést elárulni, hogy ez az eredmény egy olyan nagyon erős üzenet a választók részéről, amit nem lehet sem párton belül, sem a közösségen belül szó nélkül hagyni. Bárkivel együtt tudnának működni, például Gyurcsány Ferenccel? Én azt gondolom, hogy nekünk nem az együttműködésről kell beszélnünk, hanem arról kell beszélnünk, amiről szerintem igyekeztünk is beszélni már 2009 óta, azokról az egészen hétköznapi, mára már jól érzékelhető problémákról, amik ez a társadalmat feszítik szét. Ennek értelemszerűen egyik része, hogy a korrupció az egekben van, és a másik része az, hogy azok a zöld témák, amikkel mi még az eredmény ismeretében is azt mondom, hogy sikeresen szólítottuk meg a választókat, azt gondolom, hogy ezek nem maradhatnak szó nélkül. Azt gondolom, hogy együttműködést bárkivel csak program alapon lehet csinálni. Ez az elvi vezérvonal, és azt gondolom, hogy ezt is fogjuk követni. Magam részéről köszönöm. Kisomámrám érte pontunk. Jó napot kívánok! Puzsér Robert a párt által támogatott főpolgármesteri jelölt tegnap úgy fogalmazott, hogy olyasmi mondott, hogy nem érinti azt, hogy az önök párt éppen összeomlik. Milyen formában képződik a továbbiban együttműködés Puzsérra, hogyha ez lehetséges? Nézzék, nekem erről van egy személyes véleményem, ez nem pártálláspont, amit most mondani fogok. Puzsér Robert tapasztalatlan politikusként megpróbálja kihúzni magát a felelősség alól. Én azt gondolom, hogy a válaszok egészen egyértelműen megmondták, hogy mit gondolnak egy olyan típusú, új pólusú együttműködésről, amit Puzsér Robert megálmodott. Értelemszerűen nem tudok elébe menni a párt legitim döntéseinek, úgyhogy hogy ez hogy fogja lereagálni a párt, a közösség milyen egységes döntéshoz, ezt nem tudom előre megmondani. A személyes véleményem az, hogy a saját utunkon kell járni, és az biztos, hogy elfogadhatatlan, hogy valaki egy ilyen eredményből csak menekülni akarjon. Szerintem, amikor egy ilyen súlyos helyzet van, akkor az égre kell állni, és szemtől szembe kell szembenézni a problémával. Azt hiszem, hogy ez lehet az egyetlen megoldás, hogyha nem menekülni, hanem előre fel akarunk menni, és azokat a célokat, azokat a célkitűzéseket végigvinni, amit az LMP egyébként megalakult 2009-ben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bocsánat.